A 14. szezonukat futják Graboplasz Győr néven a győri kajakosok és kenusok. Az erről szóló szerződés stílusosan a vízparton írta alá Jancsó Péter, a Graboplasz elnök vezérigazgatója, és Kocsis Róbert, a Győri Vízisport Egyesület elnöke. Az, hogy ezeket a sikereket elérhessük, amit az egyesületünk elér és el fog érni, ahhoz nagyon nagy szükség van arra, hogy a biztos anyagi háttér, a biztos szakmai háttér meglegyen, és ezt biztosítja nekünk ez a három láb, amit a Győr, a városnak a támogatása, az MKKS-nek, a Magyar Kajakom Szövetségnek a támogatása, és a szponzorok, köztük a fő szponzorunk a Graboplasz támogatása nyújt nekünk. A győri kajakosok és kenusok meg is hálálják a támogatást, tavaly is megnyerték a klubok közötti pontversenyt, idén pedig már két versenyző, Balla Virág és Takács Kincsi kijutott a tokiói olimpiára, és szinte már Kopasz Bálint is a kezében érezheti a repülőjegyet. Győriek vagyunk, győri központú cég vagyunk, fontos, hogy olyan dolgokat támogassunk, amik vitathatatlanak az emberek szemében, tehát az eredmény. A másik pedig az, hogy a tömegszerűsége. Itt több száz gyerek jön be, akik próbálnak bejönni egy kajakba, és remélhetőleg pár év múlva magyar vagy olimpiai bajnokok lesznek. Ez mind arra készít bennünket, hogy ilyen csapatot kell nekünk támogatni. A szerződés aláírását követően egy kisebb ünnepségre is sor került a vízitelepen. Az egyesületnél ugyanis hagyomány, hogy minden évben megköszöntik az adott évben érettségiző fiatalokat. Ezúttal 14-en vettek át egy apró ajándékot, egy fából készült kajakot vagy kenut, éppen attól függően, hogy melyik szakág a szenvedélyük.